Hiányzott minden, mindenki. Úgyhogy nagyon örülök, hogy sikerült párra lépni, sikerült győztes meccsen párra lépni. Nagyon-nagyon jól játszott a csapat, úgyhogy tényleg én a végén örültem és megköszöntem nekik, hogy itt lehetek. Párra léphettem, úgyhogy tényleg szuper este volt. Milyen formában érzed magad? Hát nem tudom, hát most én úgy érzem, hogy azért viszonylag a helyzethez képest jól szálltam be. Hogyha jobban eltalálom, vagy jobban mondjuk úgy, hogy átveszem a labdát, így a meccs után azt mondom, akkor lehet, hogy még a gól is benne lehet volna a lábamban. De ez most mellékes volt, úgyhogy itt a lényeg az volt, hogy ezt a pár hónapos kihagyást, vagy ezt a visszatérést egy picit ilyen felfokozott hangulattal túléljem, idézőlesen, mert azért megmondom, őszintén izgultam. Úgyhogy örülök, hogy visszajött az érzés, hogy mi az, hogy válogatottnak lenni. Én azt mondom, hogy most megint újra értékelődött bennem, hogy ez mégis mekkora dolog, és mekkora hiányt jelent az ember életében, aki azt mondom, hogy hozzászokott 10 éven keresztül, úgyhogy én tényleg hálás vagyok, hogy ennyi évet és ennyi meccset pályán töltöttem, és tényleg mindenkinek csak azt tudom mondani, hogy soha ne essen ki, most hülyén hangzik a formából, de nagyon-nagyon rossz volt ez az elmúlt 2 hónapot úgy megélnem, hogy a tévé keresztül kellett néznem. Még ha nem is volt teltház, ez a fantasztikus hangulat és ez a stadion, ami magával viszi az embert, az azt mondom, hogy semmihez nem hasonlítható. Milyen érzés az új szakmai stábban együtt dolgozni más korosztályban? Én azt mondom, hogy nagyon felszabadult, mindenki tudja a dolgát, megadják a szabadságot az embernek, és ami azt mondom, az alapja ennek az egésznek, hogy el van mondva, hogy kinek mi a feladata, azt a csapat a mai nap is abszolút hozta. Úgyhogy nyilván kellett a Dibusz Dénesnek a fantasztikus védése az 5. percben. Úgyhogy én azt mondom, hogy nélkül ez a meccs, ez biztos, hogy nem úgy alakult volna, ahogy, hál' Istennek. Nagyon-nagyon-nagyon jól szállt be, és feldolgozta azt, hogy tényleg egyik napról a másikra kellett a kezdőként játszania, és onnantól kezdve azt mondom, a csapat irányított helyzeteket dolgozott, kiuraltuk a meccset, úgyhogy maga biztosan játszott. Volt egy beszélgetésem a kapitánnyal, és ő azt mondta, hogy úgy érzi, hogy azért a vasárnapi mérkőzés az úgymond egy picit fontosabb, és ugye 8 sárgás van a csapatban, tehát nem akarja azt megkockáztatni, hogy még több kihagyást legyen, vagy esetleg még több ember essen ki, és bízott abban, hogy ez a meccs az azért könnyebb lehet, és lépésről lépésre úgymond visszajövök a válogatottba, használjuk ezt a szót, úgyhogy abszolút tervszerűen ment minden. Hál' Istennek az eredmény is úgy alakult, hogy sokkal könnyebb volt így beszállni, úgyhogy örülök, hogy túl vagyunk az elődebítálásra. Nem tudom, hogy azt tudod-e, hogy ezzel, hogy pályára léptél az örök rangista 3. helyre feljöttél a dobogós helyre, utolérted, igen, az alig, ez milyen érzés? Igen, hát reggel pont mondta is, hogy most érem utol, úgyhogy elvileg vasárnap ő lehet, hogy 4-10 a pályára fog jönni, és most így egymás mellett fogunk így folyamatosan harcolni, hogy kinek lesz több, de nem a viccet követő, úgyhogy ő is nagyon meleg szívvel fogadott, úgymond, és folyamatosan arra készített fél időben, hogy be fogok állni, és mi a feladatom, mit kell tennem azért, hogy a csapat jól legyen. Úgyhogy minden rendben, hát az, hogy persze nagyon nagy dolog, tehát nem tudom még egyszer hangsúlyozni, az elején is elmondtam, hogy az, hogy itt elmondom, azt lehet, hogy csak elolvassák, hogy ez a válogatott, ez nagy dolog, döbbenetes dolog. Tehát az, amikor az ember nincs a válogatottban, itt hiába kérdezi a Zsolt is, nem tudnám szabad mondani, hogy mit jelent az, hogy kívülről kell nézni, és most tényleg személy szerint beszélhetek úgy, hogy azért az elmúlt 10 éven meghatározó része az, és mindig is tűzönvízen mentem a válogatottért. Döbbenetes érzés volt visszatérni, döbbenetes érzés volt párjátni úgy, hogy tényleg hangorkán fogadott, úgyhogy ezután is köszönöm a szurkolóknak, akik ezt megadták, hogy már ele úgy léphessek pályára, hogy jó érzéssel, úgyhogy megyek tovább, remélem, hogy nagyon, nagyon sokat tudok most segíteni a csapatnak. Úgyhogy ennyire remény. Milyen érzés volt az, hogy a szurkolókkal együtt énekelni újra a himnuszt? Nem tudom, én ahogy láttam, pont volt egy fotós, aki szerintem elkapta azt a pillanatot, amikor még büszkén fölfelé néztem, majd lefelé, és nem szégyellem azt, nem is tagadom, hogy akkor így mindent becsuktam a szemem, és az elmúlt 2 hónap vagy 3 hónap, úgymond, most nem azt mondom, hogy szenvedései, vagy nehézségei, egy picit úgy átjöttek rajtam, és eluralkodott rajtam az, hogy ez az érzés, ez tényleg egyedi, tehát meg.